A rém király visszatért, én pedig ezt mocskosul vártam. Ismét jöhetnek az átkozottó pontosan leadott hetsátok, a kegyetlen brutalitás és akció. Ez az, amit imádunk, John Wickben bennem. Indulhat is a dara. Oh. A történet in medias ott folytatódik, ahol a második epizód végén abba maradt. John Wick szabályt ezért a fejére durva összegű vérdiat tűztek ki, de a Continental Hotel igazgatója adott neki egy óra előnyt, hogy felkészüljön, elmeneküljön. A rém király pedig mindent megtesz, hogy túlélje, ami vár. Az egyébként kiderült, emlegetik többször a film alatt, hogy alig néhány hét telt el az első rész cselekménye óta, szóval durva mennyire egyben van a sztori. A Parabellum keresztelt fejezet mindent fokoz, amit eddig láttunk. Hosszabb játékidő, több történet és a legfontosabb, több akció. Ez egy viszonylag klasszikus akciófilm, tehát ne várjunk tőle semmi extrát, csak bunyót, lövöldözést és rengeteg vért, mint eddig is. Már a legelejétől fogva roppant feszült, ahogy peregnek a percek viknek az egy órából, míg végül az egész város összes bérgyilkosa a nyomában emered. Kellőn iróniával az egyik karakter meg is jedzi, hogy így talán egyelő lesz a küzdelem. Az akció még mindig hibátlan, egymást váltják az ikonikusabbnál ikonikusabb összecsapások. Már a kezdés, mikor John egy másfélszer akkora emberrel kerül összetűzésbe, majd a késdobálós csata, ami kellően újszerű és kegyetlen. Sokszor fel is sziszentem, mert azért elég elvadult, fájdalmas dolgok történnek a vásznon. Itt bizony teliben megnézhetjük azt is, ahogy egy shotgunnal lerobbantják a fél pofáját katonának. És az ember csak elégedetten bólint, hogy ez igen, elvégre ezért füzettünk, nem igaz? Gyakran kapunk elég hosszan kitartott snitteket, ebből is látszik, hogy remekül voltak megkoreografálva a harcok, nem kellett szana széjjel vagdosni, mint mondjuk Liam Neeson emlékezetes kerítés megmászós jelenetét annó. Vannak itt lovakkal és harci kutyákkal történő gyilkolások is, ami megint egy kis extra a kutyás résznél konkrétan Call of Duty Ghost flashbackjeim voltak. Egyébként szerintem ezek végtelenül menő lettek beleépítve. A végső összecsapásban igazából annyi nem tetszett, hogy megint egy ilyen üvegpalotás helyszínt kapunk, ami kísértetiesen hasonlít a második felvonásban látottakhoz, csak ezúttal tükrök helyett golyóálló üvegek veszik körbe a szereplőket. Kreatívan használták, de talán nem kellett volna egymás után két részben elsütni, közel ugyanazt a dolgot. Ami kevésbé erősség a John Wicknek, az továbbra is a történet, ami jobb lett volna talán, ha megmarad az egyszerű, megölték a kutyám, megölök mindenkit szálon. Fokozatosan építgették ugyanezt a bérgyilkosos univerzumot, ami most arra épp hogy nem vált idegesítővé. Kétségtelenül érdekes világ, minden momentumából érződik az elegancia, gondoljunk csak az érmés rendszerre, az öltözetekre, a szabályokra, vagy magára a kontinentál hotelekre. Kicsit olyan ez, mint egy brutálisabb Kingsman. Nos, itt természetesen tovább bővül a dolog, ellátogatunk egy másik országba is. Az egyetlen zavaró dolog ezzel kapcsolatban igazából, hogy sosem tudunk meg semmi konkrétumot. Se a szabályokról, se az ezeket irányító felső körről. Most meg még ezek az ítélethozók is megjelennek, akiket kirendelnek, hogy a szabálysértésekért kiszabják a büntetést. De a legnagyobb probléma hogy folyamatosan csak a ködösítés megy, és a misztikum egy idő után nem érdekes, hanem kezd az ember agyára menni, hogy nem tudjak semmit, csak a morzsának a morzsája potyog le. Ez a film még éppen a határon táncol, de a folytatásnak már több konkrétummal kell szolgálnia, mert hogy szinte garantált, hogy lesz folytatás, amennyiben a bevételi adatok is úgy teljesítenek. Emlékeim szerint ezt trilógiának tervezték, és kianú is azt nyilatkozta nem biztos, hogy újra a rémkirálybőrébe bőrébe bújna, Na, meg a korban is benne van az ürge, ennek ellenére egy denári nagy cliffhangerrel zárják le az epizódot. Ami a tipikus egyik szemem sír, a másik nevet effektus, ugyanis szívesen nézem én még ezt, végtelenül élvezetes és szórakoztató, ugyanakkor sosem tudja Hollywood hol kell abba hagyni. Na mindegy, majd meglátjuk. Kicsit humorosabb lett a film, mint elődei, ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy 3-4 poén került bele, ami kimeríti a fekete humor kategóriáját. Nem csapkodtam a térnem könnyesen röhögve magam, de szerintem remekül szúrták be a dolgokat, akadt kis kikacsintás is, ennyi még belefért. Ez csak olyan volt, mint egy kis porcukor a süti tetején, értitek? Sajnos néha volt egy-két feltűnő butaság. Például a metrónál leszúrnak néhány embert a tömegben, és soha senki nem veszi észre, nem kezd el sikongatni, nem tör ki a pánik, mindenki csak elsétál a hulla mellett, osz jó van. De simán lehet ez tényleg az amerikai hozzáállás, nem tudom. Rendőrség sem létezik gyakorlatilag. De ennél is durvább, mikor leszúrják az embereket, aztán a következő kameraszögből meg elsétálnak onnan, úgy, hogy egy darab hulla sincs ott. Ez azért kicsit kínos volt, és túl könnyen kiszúrható, elnyebelnye. Audiovizuális oldalról egy szavunk nem lehet. Gyönyörű az egész film, a fényképezés kifogástalan, a látvány pedig csodálatos, hogy Fröccsöga a már sokat emlegetett vér. De minden robbanás, lövöldözés is több, mint oké okay szinten lett megvalósítva. A hanghatások pedig, áh, hallani minden kis recsenést, roppanást, amikor épp kicsavarnak egy kezet, vagy törik egy új. A fegyverhangok is, amennyire meg tudom ítélni, teljesen rendben voltak. A zenei aláfestésre sem lehet egy rosszabb sem, ahol kellett ment a feszült, vagy épp pörgős muzsika, de nem féltek a csendel sem játszani. A klasszikus zenebe játszása pedig pluszpont. Nézzük a színészeket. Keanu Reeves, aki továbbra is pazar John Wick. Tény, hogy sok mindent nem kell összeszínészkedni az arcával, de amit koreográfia szinten művel, a parádé. Idén 54 éves a pali vágjátok? Mondjuk nem mondom, hogy ez nem látszik meg rajta. Néhány arc azért már kilógaló láb, hogy nem egy mai gyerek, és mintha kicsit meg is hízott volna. Formába kell majd még lendülni azért, jön az a bizonyos negyedik felvonás is. Az azért dicséretes, hogy a javát a jeleneteinek kaszkadőr nélkül csinálta. Haliberi bár végül keveset szerepelt, még így is a második legemlékezetesebb karakter. Jól eltalálták, igazán tökös. Na persze nem úgy, gyakorlatilag John női megfelelője, mikor együtt gyakják az ellent, az is ott van a legjobb pillanatok között a filmben. Az ő arcán már több érzelem mutatkozott, bár a hátteréről természetesen csak foszlányokat tudunk meg, amiről már bővebben kifejtettem a véleményem az imént. Szóval ő még vissza visszatérhetne, mert itt is szerethető volt, és kedveztek a férfi szemeknek is valamivel. A Kingsman után szerintem itt is jól mutatkozott be. Lawrence Fishburne is visszatér három jelenetre. Igen, számoltam, nem lehetett nem észrevenni, hogy ez csak ennyi volt. Nem kapott hát nagy szerepet, de amúgy azt hibátlanul hozta le legalább. Kérdéses, hogy később lesz-e még nagyobb szerepe. Fontosabb szereplők igazából ennyi, persze itt volt ismét Ian McShane is hozta a kötelezőt, az említett ítélethozó Ajaket Dillon sokat nézett csúnyán, mást pedig nem igaz. Illetve Bron is itt volt a trónok harcából, vagyis Jerome Flynn is tiszteletét tette a minimális szerepében, nem is rosszul. A baj csak az, hogy ezek ilyen papírmasé karakterek, totál érdektelen az összes. Nos, ennyi. Talán lehetett volna kicsit rövidebb, és jó lenne, ha kevésbé ködösítenének, inkább többet megtudnánk a dolgok hátteréről, de továbbra is piszok élvezetes és látványos, ez pedig szerintem egy John Wick filmnél az elsődleges. Minden eddiginél durvább, és persze egyáltalán nem hihető történések, de gyerekek. Mégis mit vártatok? Ez sosem a realitásról szólt. Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, like és iratkozz fel a csatornámra. Mindenkinek jó mozizást kívánok. Levi out. Sziasztok! Készülj a háborúra! Parabellum, a a a háborúra! Parabellum, mikor a fellegek átfordulnak! Vihantisztit, metetájat látok, a múltot! Egy múlva leszek, míg én bátran váltok újra! Parabellum, a béként a korsz